Szerdán 13 órára sajtótájékoztatót hívtak össze a Csongrád megyei egészségügyi ellátóközpont Makói Tagkórházában. Dr. Nagy Jenő orvos igazgató bejelentette, gyermek kardiológiai ellátás indul Makón. Július 1-től tovább bővül a gyermekgyógyászati szakellátás. Ugye van egy 24 órás sürgősségi ellátó részlegünk gyermekgyógyászatból. Emellé próbáltuk felépíteni a különböző speciális szakmákat. Már üzemel a gyermek endokrinológia, gyermeksebészet, illetve gyermek gasztroenterológia, és július 1-től egy új szakma fog itt megjelenni, a gyermekkardiológia. A rendelés az beutalóköteles, és beutalót azt nyilván a házi gyerekorvos, illetve házi felnőtt orvos is, ahol falvakban, ahol egy egységes ellátás van, őtőlük kell kérni, és időpontot pedig ugyanazon a megszokott módon, ahol a felnőttek előjegyzése történik. A makói gyermek kardiológiáért dr. Gábor Katalin felel majd. A doktornő szegedi, ott is végezte az iskoláit. Pályakezdőként a makói gyerekosztályhoz került, majd a gyermekklinikán dolgozott. Először gyerekgyógyászatból, aztán csecsemő és gyermekkardiológiából szakvizsgáztam. Közben egészségügyi menedzsmentet is tanultam, megcsináltam némi erőszak hatására a tudományos fokozatot is, és hát most gyakorlatilag itt tartok, hogy egyrészt oktatok az egészségtudományi karon védőnöket, gyógytornászokat, ápolókat gyerekgyógyászatra, másrészt pedig gyerekkardiológiát rendelek több helyen. Már másfél éve dolgozom itt a Szerapisznál, tehát láttam már így gyerekkardiológiai betegeket, de hát nagyon örülök, hogy ez most térítésmentes ellátásban is elérhetővé válik. Dr. Gábor Katalin szerint az enyhébb betegségek gondozása, a szívzörejek kezelése és a mellkasi fájdalmak kiderítései lesznek a legfőbb teendők. Vannak enyhébb betegségek, amik maguktól meggyógyulnak egy néhány éves korra, ezeknek a gondozása az itt is lehetséges lesz, illetve nagyon sok ártalmatlan szívzörej van, amikről nem könnyű eldönteni, hogy azok valóban ártalmatlan szívzörejek, illetve sajnos egyre több mellkasi fájdalomról panaszkodnak a gyerekek, ami hát legtöbbször a stressznek a következménye, és nagyon ritkán találunk szívbetegséget a háttérbe. Van néhány ritmuszavaros beteg is gyerek, de ezek kisebb számba fordulnak elő. A gyermekkardiológia beindításának azért van nagy jelentősége, mert korábban ilyen soha nem volt Makón, általában Szegedre kellett utazni, ha probléma lépett fel a gyermeknél. Ez egy olyan speciális szakma, amelyik most indul itt helyben. Eddig ezeket a betegeket Szegedre kellett bevinni, a klinikán belül volt gyermekkardiológia, hát itt információim szerint több hónap, illetve több mint fél év is volt az előjegyzés, illetve a várakozás. Reméljük, hogy ez itt nem fog bekövetkezni.